lehetett nálam azt, hogy vastagbél daganatról van szó. Utána küldtek meg CT-re, meg szövetlenire, de azok megerősítették a diagnózist. Úgyhogy még abban a hónapban meg is operáltak. Utána fél éven keresztül agyuváns kemoterápiát kaptam. Maga a betegségnek a stádiuma, amiben voltam, annak utána néztünk statisztikákban körülbelül 18 hónapos túlélést prognosztizált. Mikor nézték meg ezt a statisztikát? Szerintem rögtön a diagnózis után. Mert hogy akkor maga a diagnózisnak az átadása ez egy ilyen nem egészen 15 másodperces folyamat volt, bejött a vizsgálatot végző orvos, azt mondta, hogy rossz indulatú daganat 99% valószínűséggel, azt mondta, hogy lesz egy szövettani vizsgálat, majd távozott. Hogy ez volt egy nagyjából két héttel a diagnózis után tudtuk ezt meg, hogy akkor nagyjából ez a 18 hónap az, ami így várható. Én ezt a 18 hónapot nem tudtam akkor. Én azt tudtam, hogy 25% a gyógyulási esély. Tehát én egy másik infót találtam ezzel kapcsolatban, aztán nem mondtad ezt a 18 hónapot. Szerintem mondtam később. Későbbről rémlik. Éltük az életünket, és én ezt mondtam, ilyen nagyon örültem annak, hogy jól sikerült a műtét, mert tényleg jól sikerült. Sztóma sem volt szükséges. Úgyhogy azt mondtam mindenkinek, hogy én nem vagyok rákos, én rákos voltam, de a rákomat azt kivették, úgyhogy ezt adhattam a kórházban, köszönöm szépen, úgyhogy nem akarok magamnak rákos identitást kialakítani. Uh-huh. És ez nagyon jól is hangzott egy darabig. Letelt a fél év, ami az adjuváns kemó volt, negatív CT-vel, negatív mellkasröntgennel, úgyhogy sem kiújulás nem volt, sem várható májátét vagy tüdőátét nem jelentkezett. És akkor az volt, hogy hát akkor így most búcsúzunk egymástól, és innentől kezdve már csak kontrollokra kell járni 5 éven keresztül, amíg aztán kérem derül, hogy én most már tökéletesen gyógyult vagyok. Ez volt a hiedelmünk, innen indultunk. És a következő lépés az volt, amikor 2014 márciusában elmentem az első negyedéves kontrollra, és kiderült, hogy a májban ott vannak az áttétek. Na és ez egy nagyon nagy pofon volt mind a kettőnk számára, mert nagyon belejeltük magunkat abba, hogy hát mi aztán iszonyatosan túl vagyunk ezen az egész rák mizérián. Volt egy ilyen kaland az életünkben, nagyon tanulságos volt, de hogy nekünk ezzel többet nem lesz dolgunk. Hát aztán kiderült, hogy lett dolgunk, újra elkezdődött a kemoterápia, mellé avastint kaptam, amiről arra lehetett tudni, hogy az világviszonylatban is első gyógyszernek számít. És ez nagyon lelkesítő információ volt, és az orvosok úgy is álltak hozzám, hogy igen, bízunk abban, hogy ez valóban meg fogja majd a folyamatot, meg fogja állítani. És akkor kapom, ameddig kapom. Közben barátok, ismerősök feltették a kérdést, hogy meddig kell kapnom a kemót. Én próbáltam elmagyarázni, hogy nem arról van szó, hogy meddig kell kapnom, hanem egyáltalán meddig lehetséges, hogy kapjam. De egy idő után nekem is elegem lett belőle, és kezdtem drukkolni annak, hogy ne valami közbe jöjjön, most valamiért mégse kaphassam. Elkezdtek rosszul létek társulni kezelésekhez, amelyek korábban nem voltak. És és aztán hát egyszer csak a kezdeti reménykeltő kontrollok után, hogy stagnál a daganat, illetve regrediál, jött egy nehezebben értelmezhető kontroll,
és amin néztük, hogy ez most regresszió, vagy stagnálás, vagy progresszió. Aha. Mert ha így nézem, domború, ha így nézem, homorul, ahogy Karint írja, és az orvosok sem tudták egyértelműen megmondani, még nem aztán egy PET-CT, ez világosan rámutatott arra, hogy ez a bizony élő és vidáman terjedő tumorok, mind a májban, mind aztán később ott időben is. Úgyhogy most is folytatódott a kezelés, mindaddig, ameddig ki nem derült, hogy olyan fokú a progresszió, olyan a mértéke, hogy nem kaptam tovább az avasztint. Uh-huh. Akkor ezt felváltotta egy orvosságban, tehát tabletta formájában szedhető kemoterápia. Ja, az már palliatív. Vagy nem? Hát... Vagy ki tudja. Ez, hogy palliatív, ez a szó, ez nem hangzott egy jó ideig. Ezt egy záró jelentésben láttuk meg, tulajdonképpen véletlenül, vagy akkor ez most már palliatív kezelés, de nem tudjuk megmondani azt, hogy mi volt ez a pont, amikor ez palliatívvá vált. Az, hogy átváltottunk az egyik kemóról a másikra, az ebből a szempontból csak egy technikai váltás volt. A nem technikai az azzal járt, hogy nagyon sok mellékhatása lehet ennek, kézlábszindróma. Alig tudtam fogni a kezemmel, alig tudtam ráállni a lábamra. És amikor aztán erről is leálltunk, akkor annak tulajdonképpen nagyon örültem. Jól lehet, azért álltunk le, mert ismételtem progrediált a doganat. Átálltunk egy következő protokollra, aztán egy még következőre. Aztán közben kiderült, hogy érdemes lenne megnézni a daganatnak a szövettanát, mert a műtéti szövettanból az következett, hogy célzott kezelést nem kaphatok, de néha van olyan, hogy az eltétnek a szövettania az más, mint a műtéti. És megnéztük, és kiderült, hogy kaphatok célzottat. Ez egy újabb mézes madzag volt, amit így elhúztak az orrunk előtt. Ez volt a legnehezebb az egészben, hogy állandóan az volt, hogy na akkor lelkesedjünk valamiért, hogy az segíteni fog, illetve kezdjünk beletörődni abba, hogy akkor ebből már csak meghalni lehet. És a kérdés az, hogy mikor fogok meghalni. És állandóan ment az a csiki-csuki, hogy akkor na akkor most van egy jó hír, vagy akkor most tulajdonképpen ez nem is egy olyan jó hír. Ez zajlott idén januárig, amikor kiderült, hogy nem szedhetem, vagy nem kaphatom tovább a célzott kezelésem. Emellé még be is hergültem, és akkor kaptam egy olyan prognózist, hogy egy-két hónap a túlélés, kivéve, hogyha egy stentet be lehet vezetni a májba, ami ezt ki tudja még tolni. Ezt a kezelést, vagy ezt a beavatkozást is megcsinálták, úgyhogy most jelenleg az van, hogy most már nem állok a kemoterápiás kezelés alatt, nem kapok semmilyen gyógyító kezelést. Csak fájdalomcsillapítás zajlik, és komfortjavító kezeléseket kapok. Azt, hogy ez mit jelent, hogy mikor fogok meghalni, hogy ez néhány napon belül, vagy néhány hét, vagy esetleg egy-két hónap, ezt nem tudjuk, és nem tudják az orvosok sem. Hát, hogy egy kezelés az nem egy kezelés, hanem egy kezelés az azzal kezdődik, hogy elmegy az ember egy vérvételre, aztán elmegy a vérvétel eredményért, aztán elviszik mondjuk szívultrahangra, hogyha éppen olyan kezelést kap, csinálnak neki egy EKG-t, és ezt követően
döntenek arról, hogy éppen az adott kezelést az kaphatja, vagy nem kaphatja, és ha kaphatja, akkor onnantól kezdve mondjuk 3 napon keresztül van egy pumpa a nyakában, vagy infúzió a karjában. Tehát, hogy, és akkor ez egy olyan, nagyjából egyébként mindegyik kemoterápiás protokoll olyan volt, amit legalábbis Balázs kapott, ami 2 vagy 3 hetenként ismétlődött. Nem volt olyan hét, amikor ne lett volna valami dolgunk azzal, hogy kiváltani, kezelésre menni, nem tudom, vizsgálatokra menni, esetlegesen fölmerülő mellékhatásokkal valamit kezdeni, házi orvossal konzultálni, kezelőorvossal konzultálni. Tehát, hogy ilyen szempontból azt hiszem, hogy volt valami megnyugvás, hogy akkor ez a... És az van, hogy amikor ezt az ember akár résztvevőként, akár hozzátartozóként csinálja már 2,5 éve, azért ebben nagyon bele lehet fáradni. És hogy ehhez képest, ha valaki azt mondja, hogy jó, hát akkor most így nincs dolgotok, ehhez képest az olyan megnyugtató, hogyha nincsenek ezek a mézes macagok. Közben meg hát persze, hogy nem megnyugtató, mert hogy lényegben azt mondják, hogy bocs, nem tudom mit csinálni, szokjatok hozzá, hogy akkor meg fog halni, és ilyen szempontból meg nem nincsenek igazából egyértelmű helyzetek. Tehát ez, ami mondott Balázs az előbb, hogy mézes macag, meg valami jó, meg valami rossz. Szóval ezeknek a szavaknak, hogy jó dolgok történnek, meg rossz dolgok történnek, ennek úgy elvesztik az értelmüket. Amikor az agyuváns kemoterápiának a gondolata egyáltalán fölmerült, ugye ezt azért kapják az emberek, hogy ne legyenek áttétek, ne újuljunk ki a daganat. Akkor ez fölmerült, akkor az volt a világ vége számunkra, hogy úristen, 12 alkalom kemoterápia. Hát ez borzalmas. Mit fogunk mit csinálni? 12 alkalmon keresztül kapják a terápiás szert. És ehhez képest meg, amikor nem tudom én, tehát az agyuváns kemoterápia után elkezdte a rossz eredmény után elkezdte újabb zavaszint, az újabb kemoterápiás közeléseket, akkor meg tulajdonképpen annak lehetett drukkolni, hogy hát minél tovább legyen, minél tovább tartson ez a macera, minél tovább tartson ez a protokoll. Tehát, hogy az, ami kezdetben úgy tűnt, hogy a vég, azt tulajdonképpen kiderült, hogy ez maga, nem tudom, ilyen csodavárás, ami minél hosszabb ideig tart, annál jobb. Tehát azért nehéz ezekre a kérdésekre válaszolni, hogy most megkönnyebbülés vagy nem, bizonyos szempontból megkönnyebbülés, bizonyos szempontból meg nem. Annak, hogy jó meg rossz, ennek így el nem ért ti az ember egy idő után már, hogy mi is valójában az értelme. Említette az előbb Tamás, hogy 15 másodperc volt a diagnózis közlése. Tehát valahogy, ahogy beszélt, egy kicsit volt valami neheztelés arra, hogy hogyan tájékoztatták önöket, én így véltem hallani, hogy ahhoz képest pedig amit írt, és most nyilván nem ütköztetni akarom, hanem a kettőt egymás mellé tenni együtt, hogy hát nagyon elégedettek voltak azzal, amit kaptak a kórházban, és a nagyon jó kapcsolatok alakultak ki. Tudok magyarázatot adni a látszólagos ellentmondásra. Valójában addig, amíg nem kerültünk az onkológiai osztályra, addig nagyon, tehát amíg nem lett egy kezelőorvos, addig nagyon elveszettek voltunk ebben a rendszerben. Abban a pillanatban, ahogy az onkológiai bizottság után megmondták, hogy ezt és ezt a nevet kell keresni, meg vele lehet beszélni, onnantól kezdve volt egy ember, akihez lehetett fordulni. Itt tulajdonképpen egy idő után mindegyik orvos ismerte Balázst, ismerte engem, és tulajdonképpen mindegyik orvoshoz lehetett fordulni a kérdéseinkkel. De valóban a diagnózis, meg az onkológiai kezelés között eltelt nagyjából egy hónap, másfél hónapban nem igazán tartoztunk úgy senkihez. Nem volt olyan ember, akitől úgy lehetett volna kérdezni. És mik azok a fontos tapasztalatok és élmények, amiket megéltek? Az egész betegségben a legrosszabb hányás a műtét fájdalmakkal egybevéve az a kiszámíthatatlanság,
a bizonytalanság, hogy nem lehet tudni, hogy mi lesz, hogy mikor mi lesz, hogy sőt, nem csak azt nem lehet tudni, hogy mi lesz, hanem azt sem lehet tudni, hogy mi van, vagy mi volt. És azt, hogy jóslásokba bocsátkozni egy orvos sem engedheti meg magának, hogy ezt megtegye, ez tökéletesen érthető. De az, hogy meglévő dolgokat, megtörtént vizsgálatokat, vagy megtörténés előtt álló vizsgálatokat kommentáljanak, elmondjanak, elmagyarázzák, a felmerülő kérdésekre választ adjanak, egyáltalán időt arra, hogy kérdések felmerüljenek. Ez azt gondolom, hogy ez nem emberi hozzáállás elsősorban, hanem emberhiány. Tehát nincsen ember, akinek erre ideje jutna. Az orvos az nem azért mentett 15 másodperc után, vagy 3 perc, mindegy, mert éppen várta a kávéja, és nem akarta hidegen inni a kávéját, hanem azért már ott volt a következő vizsgálat, meg a még következő, meg a még következő. Tehát ő nem egy onkopszichológus volt, hanem egy gastroenterológus, akinek az volt a dolga, hogy ledugja a csövet, vagy feldugja a csövet, aztán megmondja az eredményt, ledugja a csövet, feldugja a csövet, mondja az eredményt. És ezt napjában 100-szor. Én nem akarok senkire újra mutogatni, hogy kinek a hibája, mert nem látom át a rendszert, hogy hol lehetne ebből a rendszerbe beléptetni az információ átadást. De ott kezdődik számomra az egész történet, hogy most már nem, mert megváltoztatták, de pár évvel ezelőtt belépett az ember a kórháznak kapuján, és akkor ott volt egy eligazító tábla. A épület erre, B épület arra, C épület erre, D épület, nem tudom, milyen épület, ilyen épület, amilyen épület, korbanztan erre. További ABCD épületek már nem. Az egyetlen kiírt intézménynév az az volt, hogy korbanztan. És akkor most gyere ide meggyógyulni. Hát, hogy vagy egy látogató azt gondolja azt, hogy akkor itt most éppen valami tényleg a beteg gyógyításáért tesznek. Azóta már kicserélték ezt a táblát. De ez egyszerű át nem gondolása a dolgoknak. Az, hogy milyen negatív szuggesziókat adnak egy-egy mondat kimondásával, vagy ki nem mondásával. Akkor, amikor behívtak műtétre, akkor azt mondták, hogy menjünk reggel 7-re. Semeddig nem tartott volna azt mondani, hogy jöjjenek reggel 7-re, mert ez a protokoll, és lehetséges, hogy délután 2-ig még nem lesz ágy. Akkor tudom, akkor erre készülök. Délután 2-ig nem volt ágy. Ott ültem hülyén a folyosón, és nem tudtam, hogy most akkor mi lesz, malmozok, és azt tudtam, hogy másnap operálnak, vagy nem. Azt is valamikor késő délután tudtam meg. De ez is olyan, hogy nem kérek számon olyan információt, amit nem tudhatnak. De azt, hogy tessék bejönni akkor és ekkor, nem tudjuk, hogy fogjuk-e operálni másnap, mert látod, csak harmadnap, és nem tudjuk, hogy mikor fog ágyhoz jutni, mert ez is csak későn van, de nekünk a protokollunk az, hogy korán be kell jönni. Sajnáljuk, hogy ez kellemetlenséget okoz. Ez viszont már azt hiszem, hogy hozzáállás, vagy hozzáállás hiánya. Illetve egyszerűen annak a tudásnak, annak az információnak a hiánya, hogy ezek a közlések, ezek a betegben valódi változásokat indítanak el, akár pozitív irányba, akár negatív irányba, akár a gyógyulás útján, akár a felé, hogy akkor én itt egy tehetetlen falevélyeként sodródom itt a szélben, és semmilyen kontrollom nincsen a felett, hogy mi fog itt velem történni, hogy az, hogy nekem gyomorszondám lesz a műtét után, azt a műtét előtti napon
negyed órával lefekvés előtt mondta egy nővér véletlenül. Az, hogy nekem a műtét után naponta hasba injekciót kell kapnom, sőt, utána még nem tudom, hogy mennyi időn keresztül kell hasom szúrnom magam injekcióval, ezt véletlenül derült ki. Akkor, amikor kaptam injekciót, és megkérdeztem, hogy ez mi. Mondták, hogy ez a trombózis ellen, mert rendszeresen kell kapnom műtét után hónapokkal is. Néztem nagy szemekkel, aztán korábban miért nem mondták ezt? Miért egy éjszakás nővértől kell megtudnom véletlenül? És azt mondom, hogy ez tényleg szervezés kérdése lenne, vagy hogyha létezik olyan lista, amin rajta van az, hogy most mit szabad enni hasi műtét után, vagy miért nem. Valószínűleg ezt a listát 1963-ban készítette valaki, mert azóta nem nagyon változtattak rajta. De egy ugyanilyen listát készíteni arról is, hogy kedves betegünk, ön egy nagy hasi műtétre vár. A várakozás ideje alatt legyen szíves böngészhet ezt a néhány oldalt, amiből nagyon sok kérdésre választ kaphat. Ezt egy akármelyik medikus megírhatja. A kellemetlen élmények azok mindenképpen ahhoz kapcsolódnak, vagy leggyakrabban ahhoz kapcsolódtak, hogy információ hiányunk volt. És amikor nincs információnk, és nem tudjuk, hogy kitől lehetne kérdezni, akkor minden mondatnak, minden félszónak, minden hangsúlynak, minden lélegzetvételnek különleges jelentősége van. Túl azon, hogyha nem jutunk információkhoz, akkor megpróbáljuk beszerezni, és akkor ilyenkor ugye Dr. Google-hoz fordulunk, tehát hogy rákeresünk, és a keresők azok nem úgy vannak összerakva, mint egy orvos, tehát ők nem a releváns információkat fogják visszaadni, hanem azokat, amikre legtöbben kattintanak, és a legtöbben meg a tragikus, katasztrofális, borzalmas információkat kattintanak. Tehát nagy valószínűséggel azokat az információkat fogjuk megtalálni, amik a legijesztőbbek. És az van, hogy például a műtétet megelőző CT, nem, bocsánat, az első kontrollt megelőző CT-n azt mondta például a kedves asszisztens, aki ott volt, aki látta már ott az eredményt, csak még nem írta le, nem kell aggódni, ne izguljon annyira. Amiből nyilván azt gondoltuk, azt hihettük napokon keresztül, hogy ja, hát akkor nincs semmi baj, hát ő is azt mondta, hogy ne izguljunk. Információnk nincs, hangsúlyokat, mondatokat hallunk, nyilván biztatásnak szánta, tehát nem rossz indulaton mondta ezt, vagy nem valami rossz szándékból mondja, de hogy ezek után sokkal nagyobb sok volt az, hogy például kiderült, hogy áttétek vannak. Ugyanilyen információhiány a most januári standbeültetés után sajnos valamilyen oknál fogva a műtétet végző orvos, az osztályon lévő ápolónő, az osztályon lévő orvosok, illetve a műtős fiú, aki Balázst visszavitte a szobájába, négyféle információt tudtak arról, hogy most neki akkor mit szabad enni, beveheti a gyógyszerét, vagy nem veheti be a gyógyszerét. És akkor ilyenkor ott vagyok hozzátartozóként, látom, hogy ki van ütve, és nem akarok rosszat csinálni neki, viszont egyszerűen nem tudom eldönteni, hogy a felmerülő lehetőségek közül melyiknek higgyek. És utólag azért nagyjából kiderült, hogy egy endoszkópos műtét, egy endoszkópos vizsgálat után van ennek egy protokollja, hogy mit lehet enni, mit lehet inni, meddig lehet enni, meddig nem lehet enni. És ott is azon lehet gondolkodni, hogy vajon miért nincs valaki, aki ezt leírja egy papírra, hogy most egy endoszkópos műtét után vagyunk, most nem tudom, hogy órákig ne egyen, inni csak vizet így a kortyonként. Tehát, hogy biztos, hogy van valamilyen információ mennyiség, amit le lehetne írni egy papírra tájékoztató jelleggel, és akkor nem kellene összevadászni a műtős fiútól, meg a nővérektől, meg a különböző orvosoktól. Megoldódott végül ez a helyzet, mert volt egy nagyon lelkes főnővér, aki utána járt, tehát fölhívta a megfelelő orvosokat, és konszenzusra jutottak, hogy akkor mit lehet enni, vagy inni, de hogy ez az egyik legnehezebb az, hogy ilyen helyzetekben az információkat beszerezni, megszerezni,
az igenis a hozzátartozók, meg igenis a betegeknek a dolga. Nem áradnak felénk az információk, hanem rá kell kérdezni, utána kell menni. Ami nyilván egy orvos nem mondhat el mindent, ami a fejében van, mert nagyon-nagyon sok információ van a fejében. Ideje sincs rá, mert kevés orvosom van, és nagyon sok beteg. De valamiért azt gondolom, hogy ezek az információk, például ez, amit most mondtam, hogy egy endoszkopos műtét után mit kell csinálni, vagy mit nem, ezek összeszedhetőek lennének, és az orvosnak is valószínűleg könnyebb lenne, nem kell elmondani, csak oda nyomom a papírt a kezébe, és hát a betegnek is könnyebb, meg a hozzátartozónak is, hogy akkor itt a lista, tudom, hogy mi. Az említett diétes rendelkezés, ami talán 67-ben is cílezték még, ezen sajnos ellenmondásos információk vannak, tehát, hogy vannak olyan ételek és italok, amelyek a semmiképpen ne egye és toleranciától függően adható, illetve szabad enni kategóriában is szerepelnek. Most erről hozzátartozóként vagy betegként nagyon nehéz eldönteni, hogy akkor ezt most melyik részét hogyan vegyem komolyan. És hogy kitől tudom megkérdezni. Persze, mert ugye nyilván az orvosnak meg nem ez a dolga, hanem ez meg a helyi dietetikusnak lenne a dolga, vagy neki lehetne föltenni kérdéseket, aki viszont nem az osztályhoz tartozik. Ahol ez érdekessé válik, az az a pont, amikor azt látjuk, hogy itt rendszer szinten van valamilyen probléma, mert az, hogy az X nővér, vagy az Y orvos mit tud arról, ő a saját gondolataiban arról, hogy én mit tudok a saját gondolataimban, ez egy egyszeri eset. Viszont az, hogy az orvos és a beteg, illetve az ápoló és a beteg nem ugyanazokat a dolgokat tudja, hanem az egy bizonyos információ az egyik számára evidencia, a másik számára az még kérdést sem tud megfogalmazni vele kapcsolatban, mert nem is hallott róla. Én a stent szót mindaddig nem hallottam, amíg föl nem merült, hogy most akkor belém raknak egy ilyet. Most az, hogy endoszkóposan beraknak egy stentet, így ez a három szó, hogy endoszkóposan beraknak egy stentet. Én azt sem tudtam, hogy ez egy műtét. Ez egy beavatkozás, azt tudtam. De az, hogy ez egy műtét, aminek előzménye van, hogy nem szabad innom, aminek utózmánya van, hogy utána sem szabad majd innom, hogy utána majd napokig nem szabad innom, meg ennem, hogy utána 2 hónapig tartó diétám lesz, ami ezt majd követi, hogy megint csak azt mondom, hogy nem mondták el, de nem annak a hibája, aki ezt nekem nem mondta el, hanem annak a képzési rendszernek a hibája, amelyik nem gondolkodik abban, hogy az információhoz a betegnek joga van. Mert az, hogy az egészségügyi törvényben le van írva, hogy az információhoz a betegnek joga van, az tök jó dolog, és nagyon örülünk neki, de ettől még ez egy írott malaszt marad, mert az orvos nem tudja, hogy mi az az információ, amit át kell adni, amit Tamás is mondott, hogy tele van a feje az orvosnak információval, mi az, amit ebből el kell mondani, vagy mi az, amit nem. Viszont ezt igenis lehetne formalizálni, hogy különböző típusú betegségeknél, különböző típusú beavatkozásoknál, különböző típusú vizsgálatoknál mik a rendre fölmerülő kérdések meg kellene teremteni, és meg lehetne teremteni odafigyeléssel. Nem elsősorban anyagi kérdés lenne, hanem szervezési kérdés lenne. Meg lehetne teremteni azt a tantárgyat talán az orvosképzésben, vagy az ápolóképzésben, amiben ez szerepel, hogy az orvos és a beteg hogyan kommunikáljanak egymással, és miről kommunikáljanak egymással. Egy példa arra, hogy miért, hogy hogyan válik kiszolgáltatottá az ember, hogy akkor, amikor közölnek a beteggel egy rossz hírt, és akkor most maradjunk tipikusan ennél, hogy rossz indulott tudomata van. Ebben az esetben a beteg, ezt Bányi Éva, a Magyar Hipnózis Egyesületnek a örökös tiszteletbeli elnöke
fogalmazta meg így, hogy ebben az esetben a beteg módosult tudatállapotba kerül. Ez azt jelenti többek között, hogy a szuggesztibilitása, az a szuggesziók iránti fogékonysága, az hihetetlen mértékben megnövekszik. Most bármilyen mondat elhangzik ezután abban a térben, ahol az a beteg van, bárkitől, aki kompetens személynek tűnik, annak a mondatnak a jelentése, vagy a jelentősége, az 6-8-10-szer akkora súlya fog beíródni a betegnek a tudatába. És emlékszem arra, utólag már kicsit így komikusnak tűnik, hogy felébredtem az altatásból a kolonoszkópia után, bejött az orvos, közölte, hogy rossz indulott daganat, operáció, szövettanra, itt a papír CT-re, itt a papír viszontlátásra. Kerestem azt, aki legalább egy kicsit úgy néz ki, mintha a kórházi ruhájában lenne, és kérdeztem azt, hogy és mik az esélyeim? Most, aki egy kicsit úgy nézett ki, mintha a kórházi ruhájában lenne, az történet, hogy egy takarítónő volt. Tehát én a rossz indulatot a ganatomról szóló információ után egy kórházi takarítónőt interjú voltam meg arról, hogy nekem milyenek a kilátásaim, és mi fog rám várni a műtét során. Ez most így röhögve mondom el, mert de ugyanakkor meg el is sírhatom magamat rajta, mert egyszerűen tényleg mulatságos. Tamás ott volt velem, és ő sem eljött a 620-assal, de ezt teljesen adekvátnak tartotta ő, és hogy igen, akkor most megkérdezzük azt, aki itt van, hogy akkor mégis mi fog velem történni. És szerencsénkre egyébként az a kórházi takarító, mert meglepően tájékozott volt a kérdésben. Legalább egy kicsit empatikusnak bizonyult, és mondta, hogy nyugodjanak meg, nem lesz semmi baj, ez nagyon jó érzés volt. Jaj, de jó, megmondta nekünk egy jó hivatalos ember az orr a kórházban, hogy nem lesz semmi baj, hurrá, ezzel tudattal mentünk haza. Hogy nekünk ezt a kórházban mondták, hogy nem lesz semmi baj, hogy a takarító nem mondta, az már más kérdés. Igen. És hogyha a képzésnek az a részévé válik, és hangsúlyozom, hogy az ápoló képzésnek ugyanúgy, mint az orvos képzésnek, hogy édesöregen lehet, hogy nem hiszel a hipnózisban, de amit csinálsz, az itt hipnózis. Itt a beteg az módosult tudatállapotban van, megnövekedett szuggesztibilitással, regresszióban van, kettőtök között hipnózis zajlik, úgyhogy amit nem most csinálsz fel, az igenis egy hipnotikus beavatkozás. Hogyha te bármit mondasz azzal kapcsolatban, hogy mi tehet, mit nem ehet, mi fog gyógyulni, hogyan fog gyógyulni. Nem mindegy, hogy fájdalomról beszélsz, vagy feszülésről beszélsz, mert hogyha ugyanarra megélésre, tehát a feszülés szót használod, akkor valószínűleg ezzel jót teszel a betegnek. Míg hogyha azt mondod rá, hogy fájdalom, azzal valószínűleg rosszat teszel a betegnek. Mert a szubjektív megélése fog váltakozni. Neked itt most hatalom van a kezedben. Hogyha ezt megtanítják az orvosnak, megtanítják az ápolónak, akkor ő fogja tudni, hogy ezzel a hatalommal hogyan éljen, és hogyan ne éljen vissza. Így nem tudja. Így vagy van annyi empátiája, vagy a rutinból saját maga rájön arra, hogy ő itt élet és halál ura, és megtanulja mindezt, felismeri azt, hogy igen, itt a szavaknak mágikus erejük van. Gyógyító és pusztító erő birtokosai. Vagy nem ismeri fel. És akkor az fog történni, mint velem történt, amikor az, hogy a főorvosi vizitek azok 15 másodperc hosszúak, azt megszoktam, mert ez tényleg 15 másodperc hosszú, mert igen, abban folyik az infúzió, folyik a kezelés, rendben, holnap megy haza. Túl voltam a PET-CT-n, jön be a főorvosnő az egész leppel, és azt mondja, hogy ja igen, akkor a Balázsnak még van egy csomó viabilis tumora, viszontlátásra. Nem feltétlenül ebben a formában akartam megtudni azt, hogy akkor a PET-CT-nek az eredménye az, hogy nekem még van egy csomó viabilis tumorom. Így is megtudtam, oké, de az, hogy ez adott esetben a gyógyulásomat hátráltatja egy ilyen közlés, ez a főorvosnő valószínűleg nem tudta, vagy nem tudja. Le a kalappal előtte, mert a szakmáját ezt kiválóan érti, és tényleg minden tiszteletem az övé, viszont azt, hogy,
hogy az orvos-beteg kommunikációban neki milyen felelősséget osztott le a sors, akkor, amikor őt abba a pozícióba tette, amibe tette. Valószínűleg ezzel nincsen tisztában. Amit viszont mindenképpen kaptunk, és azt gondolom, hogy ez nem tudom, hogy az egész egészségügyben létezik-e az a gyanúm, hogy kifejezetten ennek az osztálynak a plusz a hozzáadott értéke, az az, hogy ha viszont vannak kérdéseink, és voltak, tehát egy idő után állítottunk, hogy összeírjuk a kérdéseket, akkor igenis száll ránk az időt a kezelőorvos, mindent meg lehet tőle kérdezni, minden hülyeséget meg lehet tőle kérdezni. És én például ezt nagyon respektálom a kezelőorvosban, illetve az osztálynak az összes dolgozójában, hogyha valamiről nem tudják, hogy mire elválasz, akkor azt mondják, hogy nem tudom. Tehát önmagában az egy nagyon felszabadító érzés, amikor egy orvos azt mondja egy kérdésemre, hogy nem tudom. Ötleteim vannak, tippjeim vannak, de nem tudom megmondani. Mert ez is hitelesebbé teszi, tehát hogy nem helyezi bele magát ebbe a mindenható szerepbe akaratán kívül. Azt gondolom, hogy ezt nem akarattal csinálják sokszor, hanem valamiért azt gondolják, legalábbis az orvosok egy jelentős része, hogy nekik mindenben meg kell felállni. A beteg nem tehet olyan kérdést fel, amire nem tudok válaszolni, de föltehet. Azt hiszi az orvos, azt hogy a betegnek ez az elvárása. Igen. Hogy... Igen. Hogy kinek mi az elvárása egyáltalán, még csak ez sem derül ki. Tehát, hogy én, mint beteg, vajon mit szeretnék? Azt, hogy egy mindentudó orvosom legyen, aki tényleg egy isteni mindentudással tud beavatkozni az én betegségembe, vagy azt akarom, hogy legyen egy empatikus ember mellettem, akinek van egy emberi tudása, egy nagyon jó szakmai képzettsége. Én inkább választanám ez utóbbit, és nem az isteni mindentudást, már csak azért is, mert azt gondolom, hogy isteni mindentudással ember nem rendelkezhet. Vagyis, hogyha valaki nekem eladja magát, hogy ő az isteni mindentudásnak a letéteményese itt a Földön, azért, mert ő orvos, vagy mert főorvos, vagy mert fő akármicsoda, számomra hiteltelen lesz. Abban a pillanatban, amikor beismeri azt, hogy az ő tudása az ugyanúgy véges, mint az enyém, csak máshol van nála ez a végés, máshol nálam, akkor elkezd számomra hiteles lenni, akkor elkezdek felé bizalommal lenni, elkezdek iránta olyan fajta, hát használjam ezt a szakkifejezést, hogy elkezdek felé olyan indulatáttételt érezni, mint amilyet éreztem kisgyerekként az anyám iránt, vagy az apám iránt, amikor igen, róluk viszont igenis azt hittem, hogy mindenható gyógyító erővel bírnak. És akkor valóban az ő gyógyító szavai, ennek az orvosnak, vagy ennek az ápolónak, ennek a nem mindenható csupán embernek, de felém anyai törődéssel, vagy apai törődéssel közeledő embernek a gyógyító szavai, azok valóban gyógyító erővel fognak átjönni azon a szűrőn, amin egyébként milliónyi és milliónyi információkat fenn. Mi azért is nagyon speciális helyzetben vagyunk, tehát mi egy meleg pár vagyunk, akik becsöppentek az egészségügy rendszerébe, és ez azt gondolom, hogy nekünk vannak azért speciális szorongásaink ezzel a helyzettel kapcsolatban. Tehát ugyan bejegyzett élettársi kapcsolatban élünk, de az, hogy ki minek tekint engem, távoli hozzátartozónak, közeli hozzátartozónak, házastársnak. Szóval, hogy ezzel kapcsolatban azért ugye a mindenható ezeken a helyeken mégiscsak az orvos, meg a nővér. Tehát, hogyha csak a közeli hozzátartozó érdeklődhet az orvosnál, akkor nekem azt valamilyen módon be kell bizonyítanom. Nem elég, hogy mondjuk egy heteroszexuális pár esetében ugye elég az, hogyha nem tudom, mondjuk jól látható melleim vannak, és akkor lehet tudni, hogy én vagyok a barátnője, és akkor velem beszél az orvos. De ugye ebben a speciális helyzetben meg igenis erre fel kell készülni, akár papírra, hogy meg tudjam mutatni azt, hogy én vagyok a legközelebbi hozzátartozója, mert hogy ez nem egy ilyen nagyon nyilvánvaló dolog. És amivel például nagyon jó tapasztalatunk van itt az onkológián, az, hogy az első perctől fogva tudták, hogy ki vagyok,
úgy kezeltek, mint egy házastársat, néven szólítottak engem is, Balást is, tehát hogy kifejezetten figyeltek arra, hogy nekünk ebből plusz kellemetlenségünk ne legyen. Olyannyira, hogy amikor bekerült a kórházi rendszerbe Balázs, ugye akkor ilyenkor meg kell adni a kapcsolattartó nevet, és a kórház rendszerében nem létezett a bejegyzett élettárs, mint fogalom, úgyhogy sem az élettárs, úgyhogy én nem közeli hozzátartozóként voltam megadva nagyon sokáig az összes záró jelentésen. Nem olyan nagyon sokáig, mert nagyon gyorsan kivertem a hisztit. Amire viszont az egyik onkológus, tehát ez nem az onkológián történt, hanem a tanulósebbészet, mindegy, az egyik onkológus azt mondta, hogy ja, hát ez így van, hát akkor legyen házastárs. És beírta, hogy akkor én vagyok férj. Férj. Igen. Tehát, hogy azt hiszem, hogy a milyen plusz szorongás, mi még így ezzel meg tudunk élni, az a nők abszolút maximálisan enyhítettek. Ami mondjuk ezzel a betegséggel együtt jár, illetve ezzel a hosszantartó kezeléssel nyilván az, hogy nem csak odaesek egy kórházba, és látok egy tetszőleges nővért, és egy tetszőleges orvost, és talán nem is emlékszem a következő alkalommal, hogy ez melyik volt, hanem ugye értelemszerűen itt két és fél évig egy osztály életébe vele kapcsolódunk. Tudjuk éppen, hogy nem tudom én, melyik orvosnak milyen hasfájása van, vagy melyik nővérnek van valamilyen ünnepelni valója. Tehát, hogy sokkal szorosabbak ezek a kapcsolatok, mint talán az egészségügy más részein. És én azt gondolom, hogy ami például nagyon jó tapasztalat, az, hogy engedhető ez. Tehát, hogy lehet kapcsolódni ezekhez az orvosokhoz, és ezekhez a nővérekhez túl az egészségügynek a nagyon szakmai rendszerén. Ebben a néhány évben én nem azt láttam, hogy van olyan beteg ezen az osztályon, akivel másképp bennának. Tehát ott valamiért azért ez a hozzáállás, ez az attitűd jellemző. Az kétségtelen, hogy azért tettünk azért, hogy nem tudom, szimpatikusak legyünk, tehát hogy igyekeztünk azért mindig emberként tekinteni az orvosra, meg az ápolóra, aki éppen ott volt. De mindent egybevetve azt gondolom, hogy másokkal is emberségesen mennek ezen az osztályon. Én annyit akartam mondani, hogy nekem nagyon nem mindegy általában, hogy a egészségügyben hogyan szólítanak, hogy urazva vagyok vezeték néven, vagy pedig Balázsnak hívnak. És nekem sokkal komfortosabb, sokkal otthonosabb, kipárnázottabb, hogyha keresztnéven szólítanak, és nem Birtalan úrnak. Mert Birtalan úrnak szólítson azok mennyire, de már még ott sem szeretem. Tehát... És nem tudom, mert itt az osztályon azért megfigyeltem azt, hogy nálam nem sokkal idősebb embereket, de hát azért én sem vagyok egy mai gyerek a 46 évemmel, hogy uraznak, meg nénéznek. Másokat meg nem. Ez nem tudom, hogy mind múlik. Nyilvánvalóan van a szimpátiának szerepe. Onnantól, amikor már lehetett látni, hogy nincs esély a gyógyulásra, kerülték-e a témát? Vagy pont ellenkezőleg empatikusak voltak-e? Volt-e arra irányuló, tehát hogy ez beemelődött-e a kommunikációba? Olyannyira, hogy amikor ezt a bizonyos stent műtétet megcsinálták, akkor volt egy olyan pontja, volt egy vizsgálat, amit még elvégeztek, és volt egy olyan pont, amikor nem lehetett még tudni, hogy akkor ez most mit jelent. És már akkor azt mondta az orvos, hogy ha A-t jelenti, akkor megcsináljuk a műtétet, ha B-t jelenti, akkor ez egy hosszabb beszélgetés lesz. De már korábbi kezelések alkalmával is lehetett ezt tudni, hogy nem az a cél, hogy meggyógyuljon, hanem az a cél, hogy ki lehessen tolni a betegséget egy jó életminőséggel. Több pontja volt egyébként ennek a betegség történetnek, amikor azt lehetett tudni, hogy akkor itt most vége van a kezeléseknek, és mostantól kezdve csak a komfort javítását szolgáló kezeléseket kap. És
olyannyira volt erre kialakított megoldás, hogy amikor az bizonyosodott be, hogy akkor mostantól kezdve ugyan lehetne még kezeléseket kapnia, de az életminőségének a sokkal nagyobb romlásával járna, mint sem az élethosszának a sokkal nagyobb meghosszabbításával. Akkor a kezelőorvos bejött a kórterembe, elmondta egyébként egy nap folyamán, hogy majd jön, egyszer csak megérkezett, és szerintem egy vagy másfél órán keresztül arról beszéltünk, hogy akkor ennek a betegségnek így hogy van vége, milyen tünetekkel, mit kell tudnunk, mire kell felkészülni, mire ne készüljünk, és tényleg olyan kérdésekre is válaszolt a kezelőorvos, ami valószínűleg nem is kellene, hogy tudjon válaszolni. Tehát a hullaszállításról is tettünk fel neki kérdést, mert éppen akkor ez valamiért olyan fontosnak tűnt, hogy erről is tegyünk fel kérdést, és nagyon lelkismeretesen és olyan kitartóan válaszolt az összes kérdésünkre. Hozzátartozik egyébként, hogy ez az orvos is, akiről most beszélünk, meg a kollégái közül többen itt a hospice házban ügyeletes orvosok. Hát, hogy az egész osztályon azért a hospice szemlélet az erősebben megjelenik, mint más onkológiai osztályokon, valószínűleg. Meg nem is ezt hiszik. Uh-huh. Akikkel nyíltan beszéltünk életbefejezéséről, meg haláról, azok nem bíztattak. Tudom, sok erőt kívántak, vagy ilyesmi. Sok erőt kívántak, mondjuk. Meg hogy vigyázzak magamra. Tehát ilyen értelmes mondatokat mondtak. Apró emberi gesztusokat azért kaptál. Volt egy nővér, aki éppen Balázstól tudta meg, hogy akkor most már nem fog kezelést kapni, és láthatóan nagyon megérintette. Elszaladt, aztán visszaszaladt egy filctollal, és akkor egy mosolygó fejet rajzolta az infúziójára, hogy legyen valami jó ebben a napban. Apróság, de hogy mégis. Nagyon jól esett akkor. Nagyon nagy dolog volt. Egy másik ápoló, akivel összefutottunk, és kérdezte Balázst, hogy hogy van, elmondta, hogy hogy van. Azt mondta, hogy akkor, hogyha szenvedés, akkor abból kevesebb kíván, hogyha még élet, akkor abból még azért egy adagot. De nem hurra optimistán, nem biztatóan. Amikor hazajöttünk legutóbb a kórházból, akkor előtte nekem el kellett intézni azt, hogy Balázsnak legyen morfium, és ennek egy rettentesen macerás procedúrája van. Mikor a kórházból való eljövetelt szerveztem, akkor például az egyik orvos, az egyik főorvos egy kicsit megsimogatta így a karomat, és azt mondta, hogy hát igen, így a vége felől a legnehezebb. Nem vigasztalt, nem vont a kétségbe, hogy itt most valami nehézség, hanem egy kifejezett emberi gesztust engedett meg magának. És ezek fontosak voltak, fontosak, jó ezekre visszaemlékezni, ezekre szívesebben emlékszem vissza, mint a fent említett negatív mondatokra. És azóta sincs az, hogy akkor onnantól kezdve ezzel az osztályjal nekünk semmilyen kapcsolatunk nincs, hanem az van, hogyha van valamilyen kérdésünk, ami vel kapcsolatban a kezelőorvost szeretnénk megkérdezni, akkor tudunk vele beszélni, fel tudjuk hívni. Ez a halálerekély? Ez a halálerekély. Aminek nekem van egy speciális jelentése, hogy az én értelmezésemben az emberi teljességnek, hogy a teljes ember, emberi teljesség vagy teljes emberségnek a szimbóluma, a emberi beérkezettség vagy a személyiségfejlődésnek a
csúcsa, ami nem azt jelenti, hogy én ott vagyok, hanem arra a felé való törekvés. Ha már klasszikusoknál tartunk, akkor Dumbledore azt mondja, hogy a palírozott ember számára a halál csak egy új kamat kezdete. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a halál az hozzátartozik az élethez, és nagyon örülök, hogy a hospice szemléletben rátaláltam erre a gondolatra, ami ugyanazt képviseli, vagy inkább szerényebb azt mondom, hogy én ugyanazt képviselem. Mindenképpen ez a beteljesedése az emberi életnek, akár jól, akár rosszul, akár hogyha hisztérikusan kapálózik ellene az ember, akár hogyha önként egy valamilyen derűvel képes ezt elfogadni, meg a környezetével elfogadtatni, akkor is azt gondolom, hogy ez így kerek. Ahhoz mi kell, hogy így kerekre tudja gyúrni? Kell hozzá 260 mg morfium egy első körben. Na, azért nem most köztem. De szóval komolyan mondom, hogy amitől én nagyon féltem mindig is az a fájdalom, a szenvedés. Nekem azért sok, akkor megint csak ilyen orvoslat a kommunikáció, kicsit visszatérve, hogy sokkal korábban megmondhatták volna, hogy nem kell félni a rákos fájdalmaktól, mert csillapíthatók. Csak azok majd ugye annyira későn lesznek, hogy ebben a szempontból nem volt szerencsés, hogy halogatták ezt a ennek a válasznak a megadását. Egy fel nem tett kérdésemre. És annak, aki nem szed morfiumot? A bizonyos szempontból nehezebb elviselni ezt a helyzetet. Pontosabban nekem, ha akkor beszéljünk arról. Én azt gondolom, hogy nekem most az a szerepem, hogy a lehetőségekhez képest kipárnázom azt a környezetet, amiben Balázs valdoklik. Lehetőségekhez képest úgy tudjak mellette lenni, hogy ő ezt biztonságosnak, kiszámítható környezetnek élje meg. Az, hogy utána, mi lesz utána, az most nem egy olyan kérdés, ami foglalkoztat. Most ez van a maga sok szenvedésében, fájdalmában, de egyébként a maga örömeivel is. Nagyon nehéz arról beszélni például, hogy egy ilyen helyzetben meg lehet élni azt, hogy öröm, vagy pillanatnyi derűk, nevetni, lehet nevetni. Tehát, hogy függetlenül attól, hogy órák, napok, hetek vagy hónapok vannak hátra, nem kell úgy csinálnunk, mint hogyha ez valami borzasztó tragédia lenne. Borzasztó tragédia, és annak is élem meg, de hogy amellett, hogy tragédia amellett meg élet. Tragédia meg a boldogság az nem egy skálának a két végpontja, hanem az két különböző dimenzió. Igen. Én arra gondolok, hogy amikor a népese úgy fejeződik be, hogy és boldogan éltek, amíg meg nem haltak, hogy nem véletlenül nem az van, hogy és boldogan éltek addig, amíg mind a ketten jó egészségnek elrendeltek, de aztán utána elkezdtek boldogtalanul élni, hanem az, hogy boldogan élhetünk, ez nekünk is rendelkezésünkre most is. Akkor is, amivel kezdtem, nem tudom, hogy hány nap, vagy hány hét van még hátra. Ami még kell, még két dolog kell szerintem. Az egyik a nyílt kommunikáció, tehát az, hogy tudjunk és merjünk beszélni arról, hogy ő meg fog halni. És azt gondolom, hogy ez egy hatalmas terhet levesz róla is. A másik meg, ami kell ennek a helyzetnek a elviseléséhez, csinálásához, nem is tudom, hogy milyen jó szó. Az, hogy minél kevésbé azzal foglalkozzunk, hogy akkor hány nap, hány óra, meg hány hét van hátra,
és mindig inkább azzal foglalkozunk, hogy most éppen mi van, most éppen hogy van, most éppen tudok-e valamit tenni, most éppen nem kell semmit tenni. Ez a kettő van, szerintem még így hozzátartozunk. Nálunk itt a hospice-ban mi azt mondjuk, hogy a hozzátartozó az nagyon fontos. Ugye nálunk a pszichonkológiai szolgálat az akár csak a hozzátartozó számára is elérhető. Ön most az előbb azt mondta, hogy hát ön most Balázsra fókuszál értelemszerűen, nyilván körülötte van nagyon sok nem tennivaló, de ahhoz, hogy egy hozzátartozó megőrizze az erejét, megőrizze a derűjét, tehát ahhoz kell, hogy magával is foglalkozol, én így gondolom, nem? Kell. Hogy ezt hogyan tudja megvalósítani, vagy hogyan működik ez? Kell ezen például tudatosan egyensúlyozni? Tehát, hogy nagyon sok pontja volt ennek a folyamatnak, amikor mondjuk választhattam volna azt, hogy nem dolgozom, vagy választhattam volna azt, hogy vagy nem tudom én, az óraimnak a 100%-át az Balázsral töltöm. És azt gondolom, hogy például az egyensúly a megőrzéséhez az kell, hogy dolgozzak. Dolgozni viszont úgy tudok, hogyha tudom, hogy ő biztonságban van. Tehát, hogy addig például jönnek barátok, ismerősök, akik ott ülnek mellette és vigyáznak rá. Nem kell tevőlegesen semmit tenni. De az, hogy én biztonsággal tudjak dolgozni, biztonságban tudjam végezni a dolgomat, ahhoz nekem kell az, hogy tudjam, hogy nincs egyedül. Ahogyan figyelek magamra, az, hogy nem... Nem tagadom le azt, hogy nekem vannak szükségleteim, érzéseim, meg gondolataim. Tehát ezekkel tisztában vagyok. Lehet, hogy ez egy picit időnként hátrébb sorolódik, de hogy vannak ezek, vannak szükségleteim. Nekem is kell pihennem. És a pihenés alatt nem csak azt értem, hogy mondjuk egy jót aludni éjszaka, hanem az, hogy valamilyen tevékenységet folytatni, ami nem munka, és hívják ezt betegápolásnak. Szóval, hogy nem a betegápolás. Tehát, hogy szánni magamra időt, akár annyi, hogy fél órára elmenni sétálni, akár az, hogy valakivel találkozni és meginni egy kávét. Nyilván ezeknek az aránya az valahogyan most szűkebb, de vannak. Tehát, hogy fontos az, hogy ezeknek is legyen ideje. A másik meg az, hogy nyilván ez részben azért is alakult így, mert pszichológus vagyok, de hogy én is járok pszichológushoz. Igénybe vesszük így párosan a pszichoonkológiai szolgálatnak a segítségét, és igazából ez is nagyon sokat segít abban, hogy így menedzselhetővé váljon a nap. Tehát egy olyan embernek tudjunk beszélni arról, hogy éppen milyen az életünk, aki nem akar arról meggyőzni, hogy na de hát csak akarni kell, és akkor meg fog gyógyulni, vagy rossz a hozzáállásunk, és pozitívan kéne szemlélni a világot. Tehát, hogy nagyon, nagyon nagy kincs az, hogyha olyan emberekkel tudunk beszélni, akik ismerik és elismerik a helyzetünket. Akik nem tagadják el azért, mert elviselhetetlen számukra ez a szorongás, hogy az emberek meghalnak. Szóval azt gondolom, hogy például ez az én mentális állapotomért biztos, hogy nagy mértékben felel, hogy vannak olyan emberek körülöttem, akikkel ezekről lehet beszélni őszintén, és olyan emberek, akikről nem feltétlenül erről kell beszélni, de tisztában vannak ennek a helyzetnek az aspektusaival. A pszichoonkológiai szolgálat az miben segíti önöket? Ez jó kérdés. Mindennapok elviselésében. Nekem eljutni ahhoz a pontig, ahol nem élem túl, neked pedig az, hogy az után is túlőd.